Tehát itt sorolja ebben a rendeletben a betegségeket, és akkor ezek azok, amik ön kiegészítették. A személyi jövedelemadóról szóló törvény 40-es paragrafusa rendelkezik arról, hogy a tartósan beteg személyek adókedvezményt kaphatnak. Az, hogy milyen betegségek után jár ez a kedvezmény, egy kormányrendelet határozza meg, ami idén több betegséggel egészült ki. Mózsik Szilvia, az adóhatóság Tolna megyei szóvivője épp azt mutatja, hogy már nem csak laktózérzékenység, hanem például merrák, méhnyakrák, továbbá petefészek, here, prostata rosszindulatú daganata esetén is jogosult az ember a kedvezményt érvényesíteni az összevont adóalap adójából. A kedvezményt azok a magánszemélyek érvényesíthetik, akik rendelkeznek az a súlyos fogyatékosság minősítéséről szóló orvosi igazolással, vagy pedig a rokkantsági járadékra, illetve a fogyatékossági támogatásra jogosító határozatta. Ezt az orvosi igazolást a szakambulancia, vagy pedig a kórházi osztály szakorvosa állíthatja ki, illetve az ő orvosi dokumentációjuk alapján a házi orvos is kiállíthatja az igazolást. Ez azt jelenti, hogy az érintettek súlyosan fogyatékos magánszemélynek minősülnek. Így, ha erről orvosi igazolásuk van, az állapot kezdő napjának hónapjától, ezen állapot fennállása idején havonta kaphatják meg a kedvezményt, ami az érvényes havi minimálbér 5%-a. Ez idén 7450 forintot jelent. Fontos az, hogy a kedvezmény többféleképpen érvényesíthető. Vagy a munkáltatónak, illetve kifizetőnek leadott adóelőleg nyilatkozat alapján havonta a fizetendő adóelőlegből, de például a magánszemély dönthet úgy is, hogy egy összegben az éves adóbevallásában érvényesíti. Fontos az, hogy ezt sem az adóelőleg nyilatkozathoz, sem a bevalláshoz nem kell az orvosi igazolást, illetve a határozatot csatolni, hanem ezeket meg kell őrizni a magánszemélynek. A tartós betegségek listája 2009 óta nem módosult. Most az Együtt Könnyebb Női Egészségért Alapítvány közbenjárásáról kerültek bele újabb tételek.